Az Anna Bálon a hagyományoknak megfelelően megválasztják az esemény legszebbjét és három udvarhölgyét, akik a testvérvárosok meghívottjai közül kerülnek majd ki. A szórakoztató programok és a koncertek mellett tirpák ételkóstolót is tartanak a hétvégén Nyírtelken. 135. alkalommal rendezik az Anna napi vált itt Nyírtelken, és ez pénteken fog sorra kerülni ennek a lebonyolítása, ami szívek táncával és nagyon-nagyon sok egyedi dologgal az óvoda rendezésében fog nagyon sok boldogságot jelenteni azoknak, akik eljönnek erre a rendezvényre. A 10., az pedig a város 10 éves, és ehhez kapcsolódnak a szombati, illetve a vasárnapi rendezvények, amelyeket már a pénteki Anna napi bál bevezet. A szombati nap folyamán a fiatalabbakat, a gyerekeket várjuk sportrendezvényekkel, vidám játszóházzal, illetve különböző koncertekkel. A nap végén pedig majd Szikora Róbert, illetve a Bikini Együttes fogja szórakoztatni a közönséget. A szombati koncertet követően az elmúlt évek legnagyobb tűzijátékára készül a város, vasárnap pedig családi programokkal, népi játékokkal, többek között fogadhajtó versennyel és íjász bemutatóval várják a vendégeket.